Also bei mir geht es der Rocket League. És hát ez a Beneflekkes Batman vagyok még, ugye a Batman vs Superman-es kocsinak van írva. És hát apró változások vannak. A keresésnél. Egy kicsit szebb lett. Valahogy így föl lehet oldalni ezeket a playlisteket is. Szerintem ez olyan privát meccs lehet itt. Kompetív. Kíváncsi, hogy ez mi ez? Szélsőnöket játszani. Ez eddig is volt, ja. Majd egy Rocket Pass. Ugye a zöld rész, a fizetős. Tehát a Get Premium. És akkor ilyen, hát ilyen szezonban, úgy mint a például a Fortnite-nál. És hogy bizonyos ideig van ez a season, és akkor addig tudsz szinteket lépni és szerezni cuccokat, és utána a season meg utána meg frissül. Szeptember 5 november 26-ig. De hát mint tudjuk a Rocket League-nél is igazából ilyen apró kis kozmetikai dolgok vannak. Hogy meg a hát nem tudom, itt van 5% boost, 5 meg 10%, ha jól tudom, de de szerintem az nem sok. Tehát vannak ilyen sok-sok csiribili dolog, de az a kék rész az ingyenes. Igazából a kék részen is lehet kapni dolgokat. Nem sokkal több, úgy gondolom, nem sokkal több. Igazából az öreket, ez a Rocket Pass igazából arról szól, hogy szeretnének plusz támogatást a játékra. Tehát nem is tudom, miért kell valami fizetősebb, ez fizetős. Nem, szóval a játék eleve fizetős. Akkor miért akarnak még bele plusz valami fizetős extrát, szóval nem értem. Ráadásul, tehát a normális, ha végignéztetek, tényleg nincs semmi extra benne. Azt hiszem egy-két kocsi van, de hát... Hát így is, ha megvesztek minden kocsit, akkor is itt rakat kocsi van. Ugye a ládákból is lehet kinyitogatni cuccokat, szóval... Szóval nem tudom, miért kellett még az a Rocket Pass. Akkor vannak ugyanúgy ládák. Hát, ez egy érdekes felfogás a játéknak. Na mindegy, szerintem nem éri meg a Rocket Passot megvenni. Akármilyen fanok is, meg nagy kedvelői voltak a játéknak. Én is nagyon kedvelem ezt a játékot, de én például azt tudom támogatni, hogy eleve hogy megvettem, meg majd kinyitogatom a dropolt ládákat, majd igazából én tudok a játéknak támogatni, de ez a Rocket Pass, ez olyan pénzkidobás, hogy az csak na, többi gondolom. Ó, vagy. Jó.
Júj, ezt nem én azt. Mi a fasz? Baszd meg. Júj. Ó, ez komoly. Szopják ki. Áh! Bassza meg. Áh! Spinozok. Ki kell egyenlítenünk, basszus. Másik hibát vétettünk. Ah, te ganhou. És közben jön a fasz. Nem maradtam, nem tudom. Mi akad ehhez? Oké.
Hát bazd meg, ez mi? Hát hogy a gecibe pattant ez ki? Szokjatok rá. Hogy a genyó pattanhat ki? Ah, faszom. Ah, kurva életbe. Szokjatok ki. Mindig, ah, ilyen bénázáskor. De béna voltam, bak. Szarul jött ki a dolg nagyon. Az rúgd előrem, persze, saját csapattársam vagyok. Eléggé szar volt. Nézzünk egy új meccset. Látunk is. Ez érthetetlen volt számomra. Aztán az értelmes meccs volt, az nem tudom, hogy csinálta a játék. Hogy miért léptek ki egyáltalában.
picsába, hülye gyerek. Most ne alapta. Faszom. Rúg már a picsába, hát ne a kapodat játszunk. Próbált körülni, mert... És akkor kaptam a kettőt, azt. A faszopott társam is bazd meg izém. Nekem jön. Keci ez már. Magnificent goal!
Na, kezdődik be az meg. Kilépett a csapat. Nem tudom, miért nem bünteti ezeket a játékosokat. Hát bazd meg, de komolyan mondom, hogy ilyen faszapó embereket bazd meg. Kilépegettek a meccsből. Na és mi ha veszítünk? Idegesítő persze, de... Te miért jó, de nem kell senkinek se pont. Mi a faszért? A csapatjátékon van szó. Most nem tudom, miért nem mellett végigjátszani egy kibaszott meccset. Hülye faszok komolyan. A készítők helyében kitételem őket legalább egy hétig, baznak, tiltogatnak a meccsből. A faszomat képzelnek az én játékosok. Ezt a pénzt kell intézni, elmenteni. Jöjj gyerek, bazd meg. Saját csapattársam lögdös, bazd meg. Akkor egy faszapot rólokat. Mert megint egy elkezdett meccsbe spanoltunk bele, ahol sem, nincs is esélyünk már. Ja? Kösz játék. Teljesen nem mit csinálunk akkor. Úgyse húzzuk már fel. Teljesen mindegy. Végigjátszuk, az kész. Ennyi. Más nem tudunk csinálni. De egy percig nem fogok várni. Még egy olyan meccs, hogy spanol bele a vesztesbe. Kurva jó, de tényleg. Hát az meg. Teljesen szétkurják ezt a játékot, sok baromsággal. Csak meg azért fizessünk, de az meg nagy dolg ezt.
Atya Isten. Nem sok. Jaj. Nem, hogy csinálnak a dupla XP hétvégéket a Rocket League-be. Tehát ez a Rocket Pass-ba ilyen 5-10%-os XP-t raknak. Azt se gondolom állandóra, hanem csak itt a én a jobb szél, mindig a szélzsőn tart. Lehet, hogy csak egy, lehet, hogy csak arra napra. Hülyén működik az egész játék, az a baj. Eldobják értelmetlen cuccokkal. Egyben egy XP booster. Az mindig érdemesebb lenne megvenni, mint a sok apró kozmetikai dolgokja. Ezt a paszt. Na jó, van bottal kezdünk, na jó. Na, végre valami gólféle. Mi egy asszisztot tudtam nyomni. Ez ma ez ilyen rocket passzos gólövés volt. Hát valakinek megérte. Valakinek megérte. Kérem meg az okat, azt szerintem aki csak az a játékkal játszik. Vagy tényleg sokat játszik velem. Hú, van, muszáj volt csinálni, mert ha lelövik, az meg nekünk nem jó.
Hát így se jó nekünk. Tehát és boss lőtte be. És... Beriasztok. Watch this. Haha, mit reklámozzak a hat, új 6-ös autót. Elérhet ezek. Thank you.
Ah, franc, meg. Legyen már nekem te fasz. Azaz. Konzós megoldotta. Szép, az elég szép. Nem visszavágózunk, kell egy új meccsetünk. Jaj. Na. Ez sokkal gyorsabb, mint kiverni azt az egy percet. Szerintem. És vagyunk is. Egy perc sincs. Ez rólam pattan meg, basszus. És van is rólam pattan meg. Nem költjük el. Jöhet. Na, helyre aztán jó. Na, sokkal merebb, mint a izé. Rocket passzos kólevés. Jurassic Parkos, Jurassic World-os.
Ez gyönyörű. Fasza. Olyan, hogy mellettem. Tudtam, hogy ráfut. Most éreztem, ebből baj lesz. Meg tudtam még számolni azt az időt. Á, még volt még idő. Elbukott szerintem. Nem kárt nem jutani. Én nem várom hosszú egy percet.
gyenge volt a lövésem. Ne! Baszd meg! Watch. Watch this. Tak mindegy. Hát a tudcsi fogunk felhozni. Puha. Köszönöm, hogy meglöktél, bazd meg. Jöjjenek. Az a tök mindegy. Én már az anyádba ölöm.
Hát gondoltam, ez nem tudom, ez egy ilyen törvényszerű basszus, hogy mindig a te csapatod kapja az első gólt. Ja. Aqui. Ez nem laki volt, basszak. Kurva Isten! Idi Nauri. Én nem beszélek olyan nyelvet, bannunk. English or nothing. Szándék. Basszus. Gyönyörű, szép volt.
Kettő-kettő. Ez nem jó. De ne Ferdin lője, te idióta. Egyenesen is belőtted volna. Csáva. Szép. Nem megyek tovább. Fogok annyit várni. Fogok szállni a szintemet most már. Belekezdtem. Szép fasz volt. Nem
nagy jó indítás. Végre az úszlány. Ez nagyon nagy ázsi volt, basszus. Ez nagy ázsi volt. Na basszátok, én már háromat lőttem. Láttam az asztalra. BVG-t szömmel, Jézusom, igen, a komment. Persze. Okay. Hát ez jó lett. Ah, jepp a csáva, hát. Jóval kilőttem. Menj
Na a faszomba, te hülye gyerek, hát velem vagy, bazd meg. Ilyen nyomorék, hát komolyan mondom, hát direkt föltartam, hogy arra menne. Szállt a kapát. Én csak a társad, bazd meg. Hát persze, hogy kitől megy a... Jézusom. Faszapó hülye játékosok, bazd meg. Hát a gecinek lépkednek ki a meccsből. Miattuk ilyen faszok miatt basszuk a meccset. Bassza meg! Kurva életben! Főbasszom, nézd! Mindig faszom bot, bazd meg! Azaz, ilyen kilépkedett mindenki, az meg besértődött, bazd meg. Hülye gyökerek. Ezt mond, a faszap a botokkal fog tovább menni. Istenem, bazd meg. Négy ember nem, három ember nem tud nyugodtan lenni egy kibaszott meccsbe, bazd meg. Szánalmas a komoly játékosok, komolyan. De így minden játéknál is. Más játok után is ugyanazt megcsinálják, bazd meg, hogy játszatok, és akkor a meccs közepén vagy, mit tudom én, az elén kilép a picsába. Miért nem lehet az ilyen faszapó játékosokat büntetni? Lágyom, hogy hétig kibasznám őket a játékból. Rohadjanak meg, kit érdekel, hogy megvették. Játszanak normálisan vele, bazd meg. Hát annyira, hogy bemolnak abba a kibaszott meccsbe. De bejön azt nem látják, hogy kibaszott ablak ki hátul van. Ó, Istenem. Hmm.
Persze, hogy pont akkor lövik el, amikor elhasználtam már ezért. Turbót. Hát ez meg fogjuk szerintem. De meccs legalább 3000 pontot kell szerezni. Akkor gyorsan lehet a szintet lépni, de hát... Persze. Hát azt már buktuk. Hát... Na, kurva örülök neki. Most lehet van belőni. Tök mindegy, nem gólt is rúghatok már. Úgyse... Úgyse nyerjük már. Ó,
Fő van. Az igen, még 6000 pont. Még 6000 pont. És ez mire volt jó? De még rúgjál még te is belém, persze. Szop ki a faszom lögdösödős köcsöknek. Ezért lőtte be a narancsárga? Egyre ingót lőtt, keci. Azt a kurva isten. Hú, benne egy csak a papát lőttem. Azt a kurva. Thank you.
Cseszt. Kösz. Na, pont erre. Ott csesz. Nem én voltam, ő volt. Na, miért van az hátra? Faszban, úgyse sem megküldtem. Csak féltem, hogy elrúgják előlem. Egy megoldás se jó. Kaprólugás volt, bakker. Miért ugyanaz a nevük? Ilyen köcsök dolog ez. Ugyanaz a neve a két játékosnak. Egy profilképe sincsen, Jézusom. Szánalom. Na jó. Ez a 7000, hát akkor 3000 valamennyi kell. Nem is 2000 valamennyi. Szép. Szerintem az az nem megy. Nekünk.
Te miért? Nem lőttem be helyette. Azt nem értettem most. Hát itt több körülbelül lesz meg a szinten, bakker. Hát azt megbuktuk. Hát egy perc alatt nem húzunk meg fel 3 volt. Kilépett basszus, mert ezért lőttünk még egy gólt. Jézusom.
Hát ez jobb az. Tudja, hogy azért lépett ki, mert pont akkor lett a csapattársa, akkor ki. Hát ők nyertek, bazd meg. Ekkor egy faszt. Hogy 112-es pingja van. A streamerek is csak 72. Szerintem az a hülye miatt van 72. Nevetséges, komolyan. Ha lett vele 200 fölötti pingje, hogy tud úgy játszani? Beteg azért, na mindegy. Mi a picsa most? Akkor játszunk a lehet. Az elkezdett a Warframe Prime Time, aztán kusolok le. Was? Meg ennyien vettek ezért rakett passzot. Csak nem tudom mire. Játék nem érdemli meg, most a játékosok miatt amúgy csak. Itt szerintem a játékosok hibáznak azzal, hogy kilépegetnek a meccsből, de tönkrevegek az egész játékot. Tak jo.
Jaj. Aztán semmi basszus. Jaj, persze, pont akkor nyúlsz bele. Meg tudtam volna jobban rohanni. Assist. Nekem is most csak ilyen önnök volt. Picsába, ezt hogy? Jöttem, elment. Körszavarunk az jól. Ráadásnak. Jöhetünk is tovább. Jó. Na? Ha pedig update-elj a pinget a régióhoz, az beengedt is 200-on fölé pingel valakit. Azért viccesebb kicsit azért, nem? Ugyanazok a mondják tovább.
Bakker. Próbálom pattanjam be. Szép. Hát de... Mi a fasz? A kurva nénikéteket basszátok meg. Rohagy. Basszatok meg hát. Hát tudjuk kijelszolni, hogy csak. Persze. Teljesen mindegy, hogy csavazzuk fel. Teljesen mindegy az egész. Ez
Hát ezt jól elbasztok. Na, megett az 35-ös szint. És hol lehet ilyen hülye nevet meg képet kirakni valakinek azt is? Hát, hogy lehet csillagokat írni valakinek a saját nevével? Jézusom, az értelmi szint egyeseknél vakker. Ha mondjuk ez elég menő. Az is a szedek király. Jött van ős a hat hűsz, ha. Majd van. Ennyi volt már a Rocket League. Köszönöm a figyelmet. És akkor majd még folytatjuk ezt. Elosztok.